Ez a film egy hatrészes Görögországról szóló úti filmsorozat része. A továbbiakban egy kis ízelítőt adunk filmjeink többi darabjából. Görögország. Ezen a filmen bemutatjuk a görög szárazföld és szigetvilág legbecsesebb kincseit, legjelesebb képviselőit, úgy mint Athén városát az Akropolisszal, Szaloniki szépségeit, Olimpia, Delfi, Epidaurosz és Mükéne ránk hagyott csodáit. Kréta, Rodosz, Santorini és Korfu hegyeit, völgyeit, krátereit és partjait. Egy szóval mindazt a gyönyörűséget, amit Görögország adhat nekünk, ha elég időt töltünk felfedezésével. Mi most több mint 30 helyre kalauzoljuk el önöket. Kréta Santorini kirándulással. Egy varázslatos körutazás az ort Kréta legbékésebb és legszebb tájain, melynek során feltárul előttünk Knossosz rejtéje, benézhetünk Zeus szülőszobájába, átélhetünk nem egy török csatát, leereszkedhetünk a Szamária szurdok meredélyei között, majd megpihenhetünk a hangulatos kikötők romantikus tavernáinak egyikében. Közben rövid kirándulást teszünk a füstölgő Santorinin. Rodosz. Hogyha nem is pont úgy, mint a rodoszi kolosszus, de mi is elhagyjuk a kikötőt és bebarangoljuk a szigetet, akkor sok csodás helyre eljuthatunk. Mint például a Lovagok utcája, ahonnan átlibbenhetünk a Pillangók völgyébe. Majd onnan Tova Filerimosz kolostorába, ahonnan már csak néhány szárnycsapás Lindosz fellegvára, ahol megpihenve elénk tárul egy gyönyörű sziget pompás látványa. Meteora, Athos, Mistrász. E monumentális sziklákon lévő kolostorok láttán az ember elképzelni sem tudja, hogyan voltak képesek a szerzetesek a kor akkori technikai fejlettségével ilyen épületeket itt felállítani. Igaz, ezekre a gondolatokra csak néhány pillanat jut,
mert utána mindent elnyom a táj lélegzet elállító szépsége. Meteora annyit jelent, levegőben lebegő. Azt hiszem, nem is lehetett volna jobb nevet adni a helynek. A meteorák első szerzetesei az Athos-hegyi kolostorokból indultak, melyek szigorú szabályai ma is tiltják a nők belépését a Szentföldre. Misztrász hangulatos falai közt bolyongva a jelen ködbe vész és a múlt megelevenedik. Jón-szigetek. Odüsszeusz egykori birodalma, a Jón-szigetek, élükön Korfúval, mind legendákban, mind pedig természeti szépségekben bővelkedik. Itt a legzöldebb a zöld, és a legkékebb a kék, mondják, és a szigeteket járván senki sem száll velük vitába. Szidari partjainál még a sárga is sárgább. Minden bizonnyal Sziszi királynő is alátámasztaná ezeket. Nézzünk be hozzá is. S ha a partmenti barlangok után a melisszáni barlangba is benézünk, azt hiszem, új fogalmat alkothatunk a szépségről. Santorini, Mykonosz, Dirosz. Santorini a világ egyik leglátogatottabb, legnagyobb és minden bizonnyal legszebb vulkáni krátere, amit a természet dühött ereje valaha létrehozott. Innen csak egy kilövelésnyire van Mykonosz, ahová az ilyen jellegű utazásokat nem kedvelők részére hajókat is indítanak. Itt megnézhetjük a mindenki túlélő Petroszt, a Pelikánt, és áthajózhatunk Díloszra, az eleve múlt szigetére. Ahogy hajónk beúszik az öbölbe, hirtelen feltárulkozik Santorini, vagy ahogyan a görögök nevezik, Tirá, lélegzet elállító szépsége. A Kikládok szigetcsoportjához tartozó kis Santorini a turisták egyik legkedveltebb úti célja. Alig ha van még egy olyan tájéka a világnak, ahol a természet félelmetes és vad erői ilyen lenyűgöző művet alkottak volna. Akinek a meredeken tűző napon nincs kedve vagy ereje a megközelítőleg 300 méter szintkülönbséget áthidaló 587 lépcsőfokot megmászni, az választhat a szamár vagy összvérhát és a drótkötélpálya között. Szinte elképzelni is nehéz, hogy ahol most víz csillog, ott 3500 évvel ezelőtt magas hegy emelkedett, s vulkánikus kúp füstölgött. A vulkán heves kitörések után felrobbant, a hegy beomlott, és 10 kilométer átmérőjű üreg keletkezett, ahová benyomult a tengervíz. A hajdani vulkán kéményének, az úgynevezett kalderának az oldalában,
hajtűkanyarokat leíró meredek ösvény kapaszkodik fel a kikötőből Fírá városába. Velence három évszázados uralmára nem csak néhány jelentéktelen épület és várrom emlékeztet, hanem a szigetlakók vallása is, hiszen fele-fele arányban vannak köztük ma is ortodoxok és katolikusok. Fírában a barokkos stílusú katolikus templom falairól számunkra is ismerős szentek tekintenek le. Az 1956-os földrengés következtében súlyos károkat szenvedett Fírá az elmúlt évtizedek során teljesen újjáépült, és szerencsésen őrzi sajátosan egyedi, kikládi arculatát. A tengerre néző számtalan teraszról megunhatatlan kilátás tárul elénk. Lenn a mélyben a hatalmas óceánjárók játékszernek tűnnek csupán. Fírá régészeti múzeumában átfogó képet kaphatunk a szigetet lakó népek tárgyi kultúrájáról, életformájáról és vallási hiedelmeiről. A dórok alapította város évszázadokon át használt temetőjéből kerültek elő a kiállított nagyobb méretű szobrok, amelyek valaha a sírokat díszítették. Egyedi darab az eredeti dekoratív festést is őrző terakotta szobrocska. Testtartásából, ruházatából ítélve feltehetőleg gyászoló nőt vagy siratóasszonyt ábrázol. A hellenisztikus és a római korok férfi és női ideáját idézik az egyéni vonásokkal felruházott arcmások, amelyek egész alakos szobrok részei lehettek. A sírfeliratok is bizonyítják, hogy a tíraiak a görögök között elsőként már a Krisztus előtt 8.-7. Században átvették a főniciai ABC használatát. Fírá vagy Athinios kikötőjéből indulnak a motoros bárkák azokkal a turistákkal a fedélzetükön, akik közelebbről is szeretnének megismerkedni egy szunnyadó vulkánnal. A Fírái öböl közepében terpeszkedő két kis sziget, a Paleia és a Nea Kameni, éjfekete színű, pattintott kő alakját idéző mezítelen láva tömbjei láttán, képet alkothatunk magunknak a szigetet hajdan elpusztító vulkáni robbanásról. A tűzhányó az elmúlt évszázadokban is rendszeresen hallatott magáról. A kisebb-nagyobb földmozgások, apró szigetecskék keletkezése az öbölben, majd azok víz alá merülése figyelmeztetnek arra, hogy valahol a föld mélyén félelmetes erők munkálnak. Ezen a ponton ütközik ugyanis egymásnak az afrikai
és az európai kontinentális tábla. Ennek a geológiai mozgásnak a hatására remeg meg időnként a Föld, és lép működésbe a vulkán. A talaj réseiből kénes gőz szivárog. Különleges élmény a vöröses-barnás színben játszó Metaxas kráter megmászása, amihez bizony el kell a vastagabb talpú lábbeli. A szigetek körül is kénes illatú a magas hőmérsékletű tengervíz, amely néha napján bíborvörös színt öltve még butyborékol is. Sok halász csak azért horgonyoz itt le egy-két napra, hogy a forró víz a hajótestét megszabadítsa a rátapadt algáktól, kagylóktól. Akinek kedve tartja, akár meg is mártózhat a hévíz illatát idéző, sejtelmes színű tengerben, vagy iszapfürdőt is vehet. Bármerre is járjunk a sarló alakját idéző, gyérnövényzetű és vízben szegény kis szigeten, valamelyik irányban mindig előbukkan az égbolttal ölelkező végtelen tenger kékje, s lépten nyomon a vulkánikus tevékenység nyomaival találkozhatunk. A tájakon a különböző korok emberei ott hagyták épített emlékeiket, sokfelé a dombokon régóta elhagyatott szélmalom csontváza áll őrséget. A sziget délnyugati sarkában, a kis Akrotiri nevű falu határában, a tengerparttól néhány száz méternyi távolságban tárta fel jó 35 évvel ezelőtt Marinathos, a neves görög régész azt a bronzkori városkát, amely cáfolhatatlan bizonyítékot adott kezébe arról, hogy a krétai, vagy más néven minoszi kultúra összeomlása egyértelműen a Krisztus előtt 1500-ban bekövetkezett, példátlan geológiai kataklizmával hozható összefüggésbe. A több méter vastagságú, megkövesedett vulkanikus, hamu és horzsakő réteg alól ugyanis egy gazdag és fejlett, a külvilággal intenzív kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat ápoló civilizáció emlékei kerültek felszínre. Sétáljunk végig a 3500 éves városka utcáin. Álljunk meg egy pillanatra a Malomkőház nevét viselő kis téren. Kukkantsunk be a földrengés félre érthetetlen nyomait viselő házakba, csodáljuk meg a földszinti raktárhelyiségekben sorakozó, kecses formájú és finom díszítésű hatalmas korsókat.
A krétai gyarmatváros lakói bizonyára még jóval a nagy katasztrófa előtt elmenekülhettek, a régészek ugyanis a romok között nem találtak sem emberi maradványokat, sem értéktárgyakat. Santorini gyakran szeles déli parkvidéke, lankásabb, szelídebb, ellentétben a kalderára néző függőleges sziklafallal. Perisszában és Kamariban kilométereken át húzódik a fürdőzésre kiválóan alkalmas homokos vagy apró kavicsos föveny. Színe hol vörösben, hol éppenséggel feketében játszik, s a tűző napon felforrósodó kövek égetik a napimádók talpát. A tenger itt csak közvetlenül a part közelében sekély, néhány méter után hirtelen mélyül. Krisztus előtt 9. század tájékán a görög szárazföldről a város későbbi névadója Térosz vezetésével harcos dórok érkeztek a szigetre. Ők alapították a sziget keleti partján a tenger fölé emelkedő, stratégiai fekvésű, meredek falu szírt, a Messa Vuno keskeny teraszán Téra városát. A romok alapján egy Krisztus előtt 4.-3. századi jellegzetes hellenisztikus város képét idézhetjük fel, amely egészen a Krisztus után 4.-5. századig Santorini egyetlen népesebb települése volt. Az 1870-es években feltárt romváros lakosságának lélekszáma a rendelkezésre álló meglehetősen szűk tér miatt sohasem haladhatta meg az 5000 fő. Thank you.
drámai fekvésű a színház. Nézőterének sovány maradványairól pazar kilátás nyílik. Ott, ahol a sziklaszírt összeszűkül és szédítő meredékként tekint le a mélyben szikrázó tenger tükrére, valaha Apollón Kárneiosz szentélye állott. Az istenség tiszteletére a közeli gimnázion küzdőterén a szabad ég alatt minden évben mezítelen kamaszfiúk lejtettek rituális táncot. A sziget mértani közepében fekvő, pirgos, szorgosan művelt földektől, zöldelő szőlős kertektől és kopár domboktól övezett hófehér házai, mint nyáj a pásztor körül tolongva, körülveszik a nyúlánk haranglábú templomokat. A sziget klímája és földje leginkább a szőlőművelésre alkalmas, amelynek sok évszázados hagyományai vannak. A véntőkék egyikének másikának az életkora megközelíti a 100-150 évet is. A melankolikus hangulatot árasztó bormúzeumban vén hordók, öreg prések, múlt századi lepárló berendezések kiválóan illusztrálják, hogy a szigetlakók nem csupán régóta hódolnak Dionysosnak, a bor és a mámor istenének, hanem szeretettel és nagy hozzáértéssel bánnak a fekete vagy vörös talajú hegylevével. A bortermelés mostanában új erőre